Jól látható a térképen, hogy Borsod, Békés, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sok az üresen maradt házi orvosi praxis. Az itt szereplő adatok még a tavalyi évre vonatkoznak, azóta emelkedett a betöltetlen körzetek száma. 22 ilyen betöltetlen van, az azért nem azt jelenti, hogy az emberek orvosi ellátás nélkül maradnának. Itt nálunk azért helyettesítéssel minden praxis betöltött. Tehát, hogyha az emberek fordulnak azzal a kéréssel esetleg a tiszti orvosokhoz, a járási tiszti orvosokhoz, hogy ők nem tudják, hogy kinek kell, hogy leadják a kártyájukat és hova kell menjenek, akkor a tiszti főorvosoknak a nyilvántartásában szerepel utca szerint, hogy ki melyik praxishoz tartozik, és meg tudják mondani, hogy ki az ellátó orvosa. Kis doktor saját körzete Kótajban van, de a szomszédos Nagyhalász egyik megüresedett praxisában is rendel. Szerencsére ez csak átmeneti. Az egyik környékbeli településről a kolléganő Dunántúlon telepedett le, és ezért az ő praxisát, amíg azt valaki be nem tölti, addig helyettesítéssel kell, hogy megoldjuk. A napokban több országos napilapban is megjelent, hogy nincs 500 000 magyarnak házi orvosa. Ez persze nem jelenti azt, hogy ennyien kiszorulnak az ellátásból. A családorvosát mindenki maga választja meg, de sokszor előfordul, hogy egy költözést követően nem jelentkeznek át másik házi orvoshoz, holott ez nem bonyolult. Ez egy-két perces folyamat. Elmegy a kiválasztott házi orvoshoz, ugye hát Magyarországon szabad orvosválasztás van, bármelyik házi orvost választhatja, hogyha a házi orvos tudja fogadni, akkor két perc alatt felveszik az adatait, aláírja a bejelentkezési vagy átjelentkezési nyilatkozatot, és akkor ott már teljes körű ellátást kaphat. Akinek nincs házi orvosa, egy hirtelen jelentkező betegség esetén a sürgősségi ellátást veszi igénybe, azaz terheli a sürgősségi rendszert, ami nem szabályos. Nem beszélve arról, hogy csak a családorvos utalhat be szakrendelőbe vizsgálatokra, és állapíthatja meg a táppénzre való jogosultságot is. Azok, akik külföldön dolgoznak vagy laknak, átmenetileg az OEP inaktiválja betegkártyájukat itthon, azaz a házi orvosuk nem kap támogatást utánuk. Ha hazajönnek, érdemes tehát ismét felkeresni házi orvosukat és bejelentkezni náluk.